Szomorú statisztikai adat, de tény, hogy Magyarországon 5-ből csak 3 férfi éli meg a 65. születésnapját. A szívinfarktus után a prostatarák a leggyakoribb megbetegedés az erősebbik nemnél, viszont ezt rendszeres szűrővizsgálattal idejében észre lehet venni. A Magyar Rákellenes Liga 10.000 lépés elnevezésű programján ezért tartottak orvosbeteg találkozót és ingyenes PSA szűrést a Salgótarjáni Balassi Bálint megyei könyvtárban az érintett és érdeklődő uraknak. A Magyar Rákellenes Liga 3. éve szervezi a 10.000 lépés programot egyre több helyszínen. Idén 10 helyszínen lesz rendezvényünk. Mindegyik egy-egy előadásból áll, amit onkológus vagy urológus tart, és utána pedig gyógytorna van, ahol még ezt más előadásokkal is sikerül színesíteni. Nagyon örülök, hogy idén is eljutottunk Salgótarjánba. Itt elég sok érdeklődő volt az előadáson a téma iránt. Nem is csoda, hiszen tulajdonképpen ez a problémakör, a prosztata megnagyobbodása, a jó vagy rossz indulatú prosztata daganat, ez gyakorlatilag minden idősödő férfit érint. A budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológus-onkológus főorvosa, dr. Bőte Tamás számos érdekes információt és tévhitet elmondott az urológiai vizsgálatokról és a prosztata daganatról és annak gyógyításáról. A prostata daganat vizsgálatától a fiúk általában rettenetesen félnek, mert hogy az úgynevezett rektális digitális vizsgálat, vagyis a prostata újjal történő megtapintása is a részét képezi. Hát egyrészt ettől a vizsgálattól azért olyan rettenetesen nem kell félni, mert valóban furcsa vagy kellemetlen lehet, de egyáltalán nem fájdalmas a vizsgálat. És ha hozzávesszük, hogy nem csak a prostata daganatot, hanem a béldaganatok egy jelentős része is újjal elérhető magasságban van, akkor azt kell mondjam, hogy egy nagyon egyszerű, még ha kellemetlen vizsgálat is, de rengeteget hozhat a konyhára, és egy súlyos betegséget korán felismerhetünk. Az onkológiában forradalmi változások zajlanak, nagyon nagy mértékben növekszik az ismeretanyag, újabb kezelési lehetőségek garmadája válik évről évre lehetségessé. Hozzá kell tegyem, hogy egyetlen olyan gyógyszer sincs, még a legmodernebb gyógyszerek között sem, ami ilyen eredményt tudna elérni, mint a mindennapi rendszeres testmozgás. A rendezvényre nem csak a férfiakat várták, hanem a nőket is, mert sokszor rajtuk múlik, hogy családtagjuk milyen segítséget fogad el, vagy milyen aktivitást végez. Az eseményen a medencefenék izomzatát erősítő intim torna fontosságát is megismerhették a résztvevők. Izom összehúzódásokat tanulunk, olyan speciális izmok összehúzódását, amelyek segítenek a vizelettartásban. Ezeknek a helyes megéreztetése után a beteg elsajátítja, naponta rendszeresen végzi. Gyakorlatilag ennyi a gyógytorna lényege. Tud segíteni a fizikai állóképességben a műtét, illetve a sugárterápia után segít az erőllét kialakításában, a helyes testtartás kialakításában, azoknak a medencefenék izmoknak az erősítésében, amelyek fontos szerepet foglalnak, vagy fontos szerepet töltenek be a vizelettartásnál, vagy az erekcióban is akár. A legjobb módszer a prostata problémák kiszűrésére és megelőzésére, ha az 50 év feletti férfiak évente részt vesznek az ajánlott szűrővizsgálatokon, és emellett egy kis mozgással és tornával is sokat tehetnek az egészségükért.